ám ne kérdezz, hogy befutnak el célra. Legyen minden tetted minta és példa, nem pedig a célhoz vezető eszköz. Ugyanúgy szólj az emberekhez, mint magadhoz, és ne törődj a benyomással, amit szavaid másokban keltenek, mert különben kizárod őket világodból. Elszigeteltségedben pedig az élet értelme eltűnik szemed elől, és elveszíted a teremtés tökéletességéből vetekítedet. Ne rombold le, amit meg nem alkothatsz. Csak akkor nyúlj az ételhez, ha éhes vagy. Ne kívánj olyat, amit nem kaphatsz. Ne hazudj szükségtelenül. Tiszteld a gyermekeket. Állítottad ki egy szavukra, és végtelen szeretettel szól hozzá. Végezz munkádat 6 éven át, de a 7. évben gondoljon a magányba, hogy menj idegenek közé, hogy barátai, hozzátűződő emlékei ne akadályozzanak meg abban, hogy az legyen, amivel már lettél. Könnyű kézzel kormány az életed, és lépkész a távozásra, amikor elhangzik. Tisztelettel, tiszteletettel köszönjük vendégeinket, Farkas Pál, Szilárd Leó szobrának avató ünnepségén. Szilárd Leó 10 parancsolatát hallották Horváth Pálma tolmácsolásában. Felkérem Csajági Sándor urat, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium közismereti igazgató helyettesét, a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy tartsa meg avató beszédét. Tisztelt kollégák, tisztelt vendégeim, kedves versenyzők! Mindenki tisztelettel és szeretettel köszöntök a jeles esemény Szilárd Leó szobrának felavatása alkalmából. Nem csak azért jöttünk össze, hogy felavassuk Szilárd Leó szobrát, hanem hogy emlékezzünk rá, hogy lássuk őt. Mint Sükös tanár úr előadásában hallhattuk, Szilárd Leó korát meghatározó nevéhez fűződik a láncreakció elmének felfedezése, ő vetette fel az elektromikroszkóp, a lineáris gyorsító, a ciklotron és a kemosztár műtetét. Az atomreaktor kifejlesztésekor Szilárd és Fermi kapták feladatul a láncreakció szabályozását, és 1942. decemberére megépítették az első. Szilárd, Fermi és Wigner pontosan tudták, hogy milyen nagyszerű és egyben szörnyű eszközt adtak az emberiség kezébe. És aggodalommal figyelték az atomenergia háborús alkalmazására irányuló erőfeszítéseket. Szilárd petíciót is írt, és tudós társai között aláírásokat gyűjtött az atombomba teretésére. A katonák nem tisztelt vendégeink! Szilárd Leó legismertebb könyve a delfinek hangja. A könyvben a delfinek intelligenciájának tanulmányozására létrehozott Bécsi Nemzetközi Kutatóközpontban a delfinek egy teljes biztonsággal ellenőrizhető rendszert ajánlanak a kölcsönös nukleáris leszerelésre. E gondolatok jegyében vett részt Szilárd Leó a világ tudósaiból álló Pagvas mozgalomban már a kezdetektől fogva. A Pagvas mozgalom mind a mai napig működik, és a nukleáris fegyverek leszerelését és a világ béke megteremtését szorgalmazza. Klein György, magyar származásos vérkutató mondotta. Szilárd Leó nem csak elvállalta, hogy a világ lelkiismeretének képviselője legyen, hanem oda volt a világ lelkiismerete. Tisztelt hallgatóság! Marc György akadémikus urat, aki a Marsalkot legendájának feldolgozója, a nukleáris ismeretterjesztés apostolaként tartozik. Az ő javaslatára 1998-ban
Szilárd Lajos születésének 100. évfordulójára Magyarországon nemzetközi ünnepségsorozatot rendeztek. Ehhez az évfordulóhoz kapcsolódva szerveztük meg ebben az évben első alkalommal a Szilárd Leó Munkás tanulmányi versenyt. A verseny döntőjének helyszíne kezdetektől fogva az energetikai szakközépiskola és kollégium. A Szilárd Leó szobor felavatásával új kapocs jött létre az atomerőmű és a szakközépiskola között, hiszen Szilárd Leó szobra most már nem csak egy atomerőmű szoborparkjában van helyet, hanem itt az energetikai. Tisztelt emlékező közösség, a szem a lélekükre. Farkas Pál szobrász művész úr az alkotásával egy személyiséget, emberi jelenet közelít. Szilárd Leó személyiségét jól jellemző barátjának, díjnyel jelentik a szavai. Hosszú életem folyamán, amit tudósok közt töltöttem, senkivel sem találkoztam, akiben több lett volna a képzelőerő és az eredetiség, akinek gondolkodása és véleménye olyan önálló lett volna, mint Szilárd Leóé. Amikor ezt mondom, kérem, gondoljon arra, hogy valami testet is jól ismertem. Úgy gondolom, hogy a szobor által közelített gondolatok eljutnak majd az iskola diákjai és a tanévente az iskolánban megjelenő országos Szilárd Leó fizikaverseny döntőseinket is. Kívánom, hogy a szakközépiskola közössége számára váljon a szobor egyrészt élő emlékhelyé, ahol bárki letelt egy szár virágot és megüntet egy szár gyertyát, miközben emlékezhet és elmehet el a gondolataival. Másrészt váljon példaképpé az iskola tanulmányosága számára, mutassa a kitartást, a jövőbe vetett hitet, adjon erőt és munkafegyelmet mindezek megvalósítására. Tisztelt szobrász művész úr, tisztelt igazgató úr! Köszönöm Farkas Pál szobrász művész úrnak az önzetlen felajánlását, hogy Szilárd Leó szobrát elhelyezhetjük itt az energetikai szakközépiskola kollégium épületében. Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny versenybizottsága és magam nevében pedig köszönöm az igazgatónak, hogy helyt adott az iskola épületében eljött szobornak. Tisztelt hallgatóság! Köszönöm meg tisztelő figyelmüket, munkájukhoz és további tanulmányaikhoz sok sikert kívánok!
Eredményhirdető és díjátadó ünnepségre.